a kellemes illatok a levegőben. Ja. Hogy a Müller kolléga? Maga csak ennyit tud mondani, hogy ja. Ja. Maga hülye? Ja. Mi? Nem vagyok hülye. Haj, na látja, tud maga beszélni, ha akar. Nem akarok. Nekem most annyi kedvem a magával beszélgetni, mint a politikusnak a becsülethez. Nem állsz? Hogy állsz a magára az ortodoxa? Hogy? Müller? Müller, figyelj! Én most pihenek. Egész évben azokon a rohadt elszámolásokon törtem a fejem. Most meg állj le magával beszélgetni. Csak van engednek, szúrjon belemre! Jaj, úgy jutálok oda nézni, amikor megcsíp a szőnyeg. Akkor ne nézzem hova! Hova? Jaj, csak azt mondja meg neked, Müller! Mi szükség van a szúnyogra? Mi? Mármint a természetnek mi szüksége van a szúnyogra? Az mi magára mi szükség van? Elnézést! Én könyvelem. Most akkor mi van? Én fontos munkát végzek, míg a szúnyog csak jön, és kiszívja az ember lényeg. Inkább örüljön, hogy nem a pénztárcáját szívja. Ah, a szívja más. Mi? Az asszony. Ja. De akkor is szerintem a szúnyogra semmi szükség. Ó, már hogy ne lenne szükség? Mert ha a bölcs természet megalkotta őt, akkor bizony szükség van rá. Szóval maga csak védi a szúnyogat. Nem védem a szúnyogat, én csak azt mondtam, hogy ha a bölcs természet megalkotta őket, akkor szükség van rájuk. A szúnyogra. Igen, a szúnyogra, mert a bölcs természet. Ó, a bölcs természete! Miért? Maga szerint nem bölcs a természet. Nem azt mondtam, csak azt, hogy a szúnyogra semmi szükség. Ó, azt akkor a kengurúra mi szükség van. Jól van, az más, az egy elszényes állat. Hát igen, elszényes. Értem. Nekem maga azt mondja, hogy ha a szúnyognak lenne elszénye, akkor szükség lenne rá. Hát ilyen nincs, hát ez egy vicc, maga olyan hülye, hogy ki se lehet csúfolni. Nem vicc, mert ha a bölcs természet elkezd valamit megalkotni, akkor azt be is... Befejezni! Befejezni! Nem kérem! Maga fejezze be! Én hogy fejezzem be a bölcs természet? Ah, kérem, hallgasson már el! Én csak annyit szerettem volna mondani, hogy a szúnyogra semmi szükség, mert csak jön és megeszi az ember. Azt még maga mit csinál? Bemegy a restaurantba, és megeszi a csirkét. Jól van, de az más! Nem más, annyi, hogy maga fizet, a szúnyog nem fizet. Ja, a mi fizetésünk is elég ezen jött. Inkább örülünk annak, hogy itt vagyunk, mert a földnek átlátott a Mikulisnak a mesterkedése, és megkaptuk a minimálbért. Hát, bolond az az ember, és maga szerint az ilyenekre is szükség van. Hát ha a bölcs természet megalkotta őt. Hát ha a bölcs természet... Hát, igen, nekem ez lehet a sorsom. De akkor sem értem, hogy egy ilyen ember, mint Mikulics, hogyan juthat ilyen sorsa, hogyan lehet belőle osztályvezető helyettes? Nyugodjon meg, nem sokáig lesz az, mert le fog az bukni, meglátni. Na, és maga szerint az ilyenekre is szükség van. Hát ha a bölcs elnézhet, megadott őt, amúgy, hogy a jól hallom, most jön. Nem, hogy inkább felakasztanál magát. Igen. Ön magát, hülye! Ja. De engem nem érdekel. Én most felpofozom azt a barmot. Ó, menjen már! Miért nem hiszem? Mégiscsak egy osztályvezető helyettesről van szó. És akkor nem érdemli meg? Hát jó, azért azt nem mondom. Na, látja, most nyugodjon meg, és figyelj a pofonokat. Hogy van, Müller tartás? Hogy te
meg a vakáció. Köszönöm szépen, hogy megkérdezte. Nagyon fényűző, komolyan mondom ez a szállodat, csak ez a rengeteg súlyozni volna. Mondom, csak ez a rengeteg szúnyog ne volna. Igen, tényleg nagyon kellemetlenek. És hogy csípnek ezek a kis mocskok? Elnézést kérek, hogy volt ez szúnyog? Köszönöm. Jaj, nagyon szívesen tudja, alig lehet ellenük védekezni. Ez aztán jól megkapta. Jaj, tudja, ezek a rohadékok képesek elcseszni az embernek a nyaralását. Még egy. Nagyon kedves ember, hogy így vigyázz rá. Maga ezt igazán megérdemli. Na de nekem most mennem kell a viszontlátásra. Viszontlátásra. Még egy. Hát az véletlen, az eszem megállt. Ez meg mi volt? Ja, semmi, csak megkaptam, mint megint. És nem félt, hogy visszajut? Egy ilyen szarházi. Hát én nem hittem volna, hogy ilyen gyáva. Ó, te még milyen gyáva, mindjárt vissza fog jönni. Na, visszajön. Olyan pofon adó. Kinek? Ennek a Mikulicsnak. Ó, menjen már. Hát én is vagyok olyan bátor, mint maga. Jó, de azért mégiscsak egy osztály. Kérdezek el! Megyek és megütöm! Üsse akkor. Jó napot, uraim! Elnézést! Várjon csak egy pillanatot! Sümeki! Ki van rúgva? Én meg be vagyok rúgva. Szúnyog volt az alacán. Dehogy volt, hogy csak azt mondtam neki, lekedettem három pofon, azt még megköszönte. Istenem, én ilyen barom vagyok. Na látja, Müller, tényleg magának volt igaza. A szúnyogra mégiscsak szükség van. Hát a bölcs, de megalkotta őt. Ott vagy egy szúnyog.